A térség polgármesterei ma délelőtt elfogadták a több célú kistérségi társulás 2018-as költségvetését 627 millió forintos kiadással. A társulás feladata, hogy fenntartsa és működtesse a ceglédi több célú kistérségi társulás humán szolgáltató központját és a ceglédi kistérségi szociális szolgáltató és gyermekjóléti központot. A társulás működéséhez bepótlásra is szükség van. Ceglédváros önkormányzatának bepótlása a ceglédi intézmény működéséhez 66.857.000 forint, Abonyváros önkormányzatának bepótlása az abonyi intézmény működéséhez 30 millió forint. Beruházásokat, felújításokat, egyéb felhalmozási célú kiadásokat 2018-ban nem tervez a társulás.